A vesztes kazak nyitány után komoly skalp a budapesti divízió 1 per jégkorong világbajnokságon. A magyar válogatott 3-2-re győzött az olaszok ellen, következik az A csoportból érkezett, de két vereséggel kezdő Szlovénia. Itt pedig az éppen 20 éve C csoportos VB-t nyert utolsó magyar kapitányjal a Fradi hoki utánpótlását építő Kercsó Árpáddal. Értékelünk és emlékezünk is. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Ha ránézel erre a mostani csapatra és keretre, ebben még hányan vannak olyanok, akikre azt mondod, hogy valamilyen értelemben a te fiaid? Hát igen, többekkel dolgoztam legalább három évig, azokat tartom annak, hogy közem van a nevelésükhöz, 11 en jelenleg, sajnálom, hogy a Bartal is például nem játszik, mert ő is voltak ez alatt, és erősíteni is a csapatot pluszban. Ha először ezt vizsgáljuk meg gyorsan, a hiányzókat, mert azért vannak hiányzók ebből a mostani válogatottból. Úgy játékerőben mit jelent az ő hiányuk? Hát én szeretném azért a válogatottban látni mondjuk a Galanis és a Somogyit, amúgy a többivel úgy nagyjából azt kell mondjam, hogy a, a legjobb magyar csapat, plusz a is természetesen. Három ember öt óra amúgy... lehetne játszani, akkor, akkor ezek biztos benne lennének, illetve hát ezeknek ők ezen a szinten játszák a korongot. Az a bizonyos húsz évvel ezelőtt a C csoportot megnyerő, éppen a románok elleni mérkőzéssel megnyerő magyar válogatott, az mondjuk, hogyha ezzel a mai Garnitúrával összehasonlítjuk, persze változott a jégkoron. Össze lehet vetni, hogy mit játszanak két csapat egymással? Azért én azt a csapatot nagyon erősnek tartottam, mert olyan egyéniségek, mint a Ladányi, Palkovics ocskai, azért nem tudom, hogy a mostaniak mennyivel jobbak, mert szerintem nem, mert ők is bárkivel, hát csak egy példát mondok, Junior VB-n, ezek a fiúk, akiket mondtam, plusz a a vasmarcék 5-2-re verték Belorussziát. Hát azért a belorusz U20-as válogatottat 5-2-re megverni, és azóta is a belorusszak folyamatosan átcsoportosok, szóval az, az, jelent valamit, hogy ezek milyen szinten voltak. A, vagyis a két szint abszolút a két garnitúra összehasonlítható egymásra. Persze ez az, az, is bizonyítja, hogy ugye az a garnitúra, amelyikről most beszélünk, amelyre emlékszünk 20 évvel ezelőtt, az Elérte az átcsoportot is. Tehát ez volt az a generáció, melyiknek sikerült először, akkor még azt mondtuk, hogy csoda. Ma már lassan elvárásra kezd formálódni, bár azért még ott nem tartunk. De hogyan emlékszel vissza arra a világbajnokságra? Az, az volt az utolsó időszak, és te voltál az utolsó, aki magyar szakemberként szövetségkapitány volt a magyar az, ahhoz élén. Szeretnék hozzátenni még a, az előző ahhoz a csapathoz, említettem három-négy nevet, ott azért volt idézőjelben gyengébb az a csapat, mert ott gyakorlatilag két sorunk volt. Hiába volt papíron négy, háromnál többen nem tudtunk játszani, mert a harmadik négyedik sor nem ütötte azt a szintet, mi most, hogy gyakorlatilag egy-két idegen légióssal, akik úgy értem, hogy honosítottakra honosított, gondoltam, hogy azzal gyengébb volt, meg az utolsó francia wb amikor megvertük a francia válogatottat, akkor még ráadásul egy ilyen második számú kapussal voltunk, mert Szuper Levente, aki nagy formában volt, nem, nem tudott eljönni a kanadai bajnokságból, a tengeren és még akkor is ilyen szintet ért el az, a, az a csapat, de ott, ott annyiba volt még különbség a két csapat között, hogy azok gyakorlatilag igazi magyaros észjárással hokizták benne harmadba a harmadban, jobban kitudták, úgymond kidomborodta, rájuk volt hagyva, hogy játsszák azt, amit a, a magyar kreativitása, amúgy minden sportákban, ha hagyjuk érvényesülni, akkor nagyon jók. A románok elleni döntő, az nagyon-nagyon fontos volt, mert nagy teher volt, a Tertház előtt játszottunk a Bélyesből, és hát elég rosszul kezdtünk, mert kaptunk úgymond két saját hibánkból két gólt, és 2-0-ről kellett, kellett, felállni, de sikerült, nekem pedig duplán nagy, nagyon nem, nagy siker volt, mert végül is jól játszottunk a második-harmadik harmadban, és az, hogy a fél román csapat, hát legalább hatan erdélyek voltak, székelyek voltak, és hát figyelemmel kísérte a egész ország, ugye most Romániára gondolok, és nekem nagy sikerélmény volt, hogy gyakorlatilag, amíg ott értem Romániával, nem nagyon foglalkoztattak, mert tudjuk, hogy miért, és ugye Elégtétel is volt Eljöttem, ez valami Magyarország és olyan elég kaptam, hogy, hogy hát ez nem kell magyarázni. Még egy, 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 kaptam egy nagy dicséret a román sajtóban, hogy hát azért keseredjünk el, mert végül is a mi fiunk verte meg Romániát. Szóval kaptam egy ilyen dicséretet, hogy hirtelen az ő fiúk lette. Megtaláltuk akkor a különbséget, az pedig a, a, a jó minőségi törzsgárda e, e, létszámában keresendő, hogy ma már, ma már, többen vannak a derékhalban, akikből lehet stabilan válogatni, és ki lehet állítani a négy sort, ez biztos különbség. És a másik, amit mondtál, ha nézed ezt a válogatottat, ez alapján a két meccs alapján, meg amit láttál Tolvanen mestertől, hogy ő milyen jégkorongot szeretne játszatni, ő ugye egy világjáró ember, skandináv, de amikor itt volt, akkor is azt mondta, hogy ő már nem nemzeti stílusokat keres, hanem valami olyan globális hokiban gondolkodik, ami a gyorsaság alapszik és inkább ugye az innovációkat keresi meg, hogy éppen merre felé tart a jégkorong. Te meg nagyon fontosnak tartod azt, a, amiről most is beszélt az előbb, azt a bizonyos magyar tradícióra, meg észjárásra alapuló jégkorongot. Milyen hokit játszik stílus szempontjából ez a mai magyar válogatott? Hát a, az igazság az, hogy a kazasztán első két egész jó hokit játszottak, mondjuk a szerencsénk volt, a lövések meg kicsit hát hogy mondjam, mellé mentek, illetve nem volt szerencsénk, és a lövések nem sikerültek, a harmadik harmadot nem tudom, mi történt, ellenben a tegnap, a második harmadik harmadban már megint jó itt játszottak. Én azt mondom, hogy most végül is, ahogy a kapitány elképzelte, hogy mit akar játszatni, azokat az embereket úgymond, azt mondom, 90 ban megtalálta, és eddig, a mutatott játék, most a vereséget nem veszem vele, mert ki lehet kapni akár jó játékkal is. A mutatott játék szerint a csapat egységes, erős és szép okit játszik. Azt tetszik, hogy a korongot nem dobálják be, nem szaladnak utána, nem kimondottan akciókat vezetnek, szélen, bármiért. Úgy viszik be a korongot, ahogy, ahogy én, én is szeretem, mert eh, hagyja játszani ő a a fiúkat, és a támadásban veszélyesek vagyunk, és jók vagyunk. De azt hiszem, hogy rátapintottál a lényegre, hiszen maga a kapitány és az előkészületi meccsek után a hiányosságként azt említette meg, amit most nem mondtál, hogy jó, jó pillanatokat lát, jó harmadokat lát, de egész jó, egész kéne jó meccseket játszani, és az előtte is mind a két mesnél azt mondod, hogy egyik harmad, másik harmad, két harmad jó volt, egy harmadban nem tudod, mi történt, tehát, hogy ezt egy teljes meccsre kéne tartósítani a jó formát, igaz? Hát igen, a tegnap már azért láttam jó dolgokat, csapat szemszögéből olyan, például hátulról vegyük, hogy a vajádám az gyakorlatilag iszonya nagy erőssége a csapatnak, tegnap nem is volt úgymond bal szerencséje, bár az első góla, hogy beesett oda, az a bal szerencse volt, de hát egy ha hármat lövünk, kettőt kapunk, akkor azt megbocsájtjuk a sorsnak is, és hát, a tegnap a védekezés is jó volt, nem, nem tudok, a tegnapi meccsből nem tudok úgy mond, nem is akarok, de nem, nem is tudok, hál' Istennek nem tudok olyat mondani, hogy valami hiányzott. A szövetség vezetés az első három közé várja a csapatot, ez egy reális célkitűzés. Nagyon furcsa garnitúra látjuk, az újonc britek megverték az átcsoportból leesett szlovénokat, akik aztán a lengyelektől is kikaptak. Ha az erőviszonyokat fürkészszük, lehetséges még számos meglepetés. Hol van a helyünk ebben a mezőnyben szerinted? Hát ha a kazak meccs után kérdezett volna valaki, akkor akkor nem lettem volna úgymond a mutatott játék alapján, mert nem lőttünk gólt eleve, azt mondtam volna, hogy ha simán bennmaradunk, még az is benne van idézőjelben, ha simán maradunk. főleg tudtuk, hogy a Nagy-Britannia megvert a Szlovéniát, Szlovénia akkor, akkor még úgy jött ide, hogy most átcsoportba, vagy illetve vissza kell az átcsoportba, ma már azt mondom, hogy a mutatott játék alapján nagyon óvatosan én talán még a második helyet is el tudom képzelni. Úgyhogy fejten. most már a csapat esélyes, de ezt elég, elég nem jó kimondani se nekem, se a, a sajtónak, mert elég nagy terhet teszünk a. Ücsújókedélyeket. Igen, ]ben. igen, igen. Én azt mondom, ha egyelőre maradjunk abban, hogy a csapat így játszik, mint a tegnap a második, harmadik, harmadba, vagy a kazakok ellen az első két harmadba, akkor a második hely. <laughs> Meg lehet. Meg <laughs> lehet. Csak kimondod. Végül hadd kérdezzem, miután a véret színét viseled a pulóvered színe színében és a Ferencváros utánpótlását neveled és építgeted most már egy esztendeje, amikor majd ez a magyar jégkorong eljut arra a szintre, hogy viszonylag stabil A-csoportos elit szereplő lesz, tehát gyakrabban jut fel, akkor megint tudunk arról beszélgetni, hogy az addig felnővő fiatalok között hány kercsó tanítvány lesz? Hát az folyamatosan kell, hogy legyen, mert nálam, akik igazi tehetségek, meg fanatizálódnak ugye az edzők szintjén, szintjére, azoknak minden esélyük megvan, hogy mondjuk egy ilyen öt éve távlatot, ezt úgy értem, hogy per korosztály, hogy 5-10 év, amit át fog, biztos, hogy örökké lesz Kercsó tanítvány a mindenkori válogatottba, mert technikailag, meg minden szempontból olyan szinten vannak ezek a játékosok felkészítve, hogy jó versenyző is lesznek. Azt tudni kell, hogy aki engem úgymond tíz évig, vagy akár három évig úgymond elvisel azt a stresszt, amit én követelek tőlük, hogy hogy kell most jó értelemben ezt a stresszt, az már nem fél az ellenféltől. Ha nekem megfelelően azt szoktam mondani, hogy játszál jól, aztán az eredmény nem érdekel, és akkor megtesz mindent, megtesznek mindent a játékosaim, és onnantól kezdve már szárnyal, hogyha kap egy dicséretet, az neki többet ér, mint hogyha nyerünk egy góllal. Kikapunk kapunk mondjuk kettő ide is, és jól játszottak, azért kapnak Igen. olyan dicséretet, mint hogy nyertek volna. És ez neki boldogság. Ez a te filozófiád, jó nevelést kívánunk neked. Hát a válogatottnak meg akkor mégiscsak mondjuk azt, hogy feljutás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.